Mint azt láthatják, egy nagyon különleges helyen járunk, ahol ebben a csarnokban olyan orvosi eszközöket készítenek, szerelnek össze, ami szerintem önöknek is ismerős lehet. Mit is csináltok itt pontosan, és milyen eszközök kerülnek itt összeszerelésre? A Merizó Kft.-nek alapvetően két üzletága van. Az egyik, mint amilyen itt gépek is szerepelnek, az a humán diagnosztikai üzletágunk. Alapvetően SPECT-CT, SPECT-PET-CT berendezéseket fejlesztünk, gyártunk, illetve ennek a szervizét végezzük. A másik üzletágunk a kutatási üzletág. Itt alapvetően kisállatkutató eszközökről van szó. Így SPECT-CT, PET-CT, PET-MRI, illetve MRI képalkotó készülékek megint csak kutatási célra kerülnek, kifejlesztésre, gyártásra, eladásra. Nemrégiben innovációs nagy díjat nyertetek. Mesélj egy kicsit, mi volt a szerencsés eszköz, ami érdemes volt erre a csodálatos díjra? Így van, a 2022-es 31. innovációs nagy díjat az MRI alapú termékcsaládunk kapta. Gyakorlatilag az újdonság tartalma ennek a termékcsaládnak, hogy ezt az ultramagas mágneses teret ezt folyékony hírünk felhasználása nélkül érjük el, tehát ezek száraz mágnesek. Így lehetőség van ezeknek a készülékeknek a kisebb laborokban való használatára is, ugye ahol előtte nem biztos, hogy lehetőség volt egy nagyobb, veszélyesebb és folyékony héliumot használó készülék telepítésére. A termékcsaládnak egy másik sajátossága, hogy PET, azaz pozitron emissziós képalkotásra is alkalmas, tehát szimultán képalkotást is tud végezni. Hogyha definiálni kellene, hogy pontosan mit jelent a szimultán képalkotás, ezt hogyan írnád le? Itt alapvetően arról van szó, hogy MRI képalkotás és pozitron emissziós képalkotás az térben és időben is egyszerre valósul meg. Ennek ott lehet jelentősége, amikor olyan folyamatokat szeretnénk összefüggésbe hozni egymással, ami egyik vagy a másik képalkotójárással kimutatható információt hoz létre. Ugye az MRI-nél az egyik ilyen az agyi aktivitás, tehát ahol a véroxigén szintjének a nagyságát próbáljuk meg képalkotni. Ezt összefüggésbe hozzuk az agyi aktivitással, illetve emellé pozitron emissziós képalkotást is végzünk, ami sokkal inkább egy cukormetabolizmust tud kvantitatíve, tehát mérhetően megjeleníteni, és akkor ezt a kettőt ezt egyszerre időben is, és térben is egyszerre tudjuk ezzel a készülékkel létrehozni, ami ugye alapkutatásoknál, mint Parkinson's, Alzheimer kutatásoknál egy nagyon fontos eszköz. Mi a jelentősége annak, hogy héliumos egy képalkotó eszköz, vagy héliummentes? A tradicionális MRI eszközöknél ugye alapvetően a mágneses teret egy szupravezető tekercs hozza létre. Szupravezető állapotot úgy lehet elérni, hogy nagyon alacsony hőmérsékleten hűtik le a szolenoid tekercset, ami létrehozza a mágneses teret. Ennek a hőmérsékletnek az eléréséhez eddig folyékony héliumot használtak, és ezt hűtötték le különböző módszerekkel. Na már most ugye a folyékony héliumnak a beszerzési ára is folyamatosan emelkedik, illetve a kezelése is nagyon problémás, sok helyre, infrastruktúrális költségekre van szükség, rengeteg labor nem tudja megengedni magának egyszerűen azt, hogy ilyen eszközöket le lehessen telepíteni. A mi készülékünk az folyékony héliummentes, tehát gyakorlatilag egy vákum kamra az, amit mi létrehoztunk, és így hűtjük le ezt a szolenoid tekercset, ami létrehozza a mágneses teret. És a hiba lehetősége is kisebb. A hiba lehetősége is kisebb. Így van ugye a folyékony héliumnak egy tulajdonsága, hogyha nem hűtjük folyamatosan, akkor egész egyszerűen elforr. Ezeknél a készülékeknél, tehát a száraz mágneseknél nem történik ilyen. Ha van egy áramszünet, akkor az áramszünet végén folytatjuk a hűtést, és ugyanúgy lehet mágneses teret létrehozni, nem kell várni a hélium újrafeltöltésével, újrahűtésével, tehát nagyságrendi költséget lehet így megspórolni. Hát nagyon gratulálok ehhez a díjhoz, és további nagyon sok sikert kívánok a fejlesztéseitekhez. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!